Szorgalmasság Szent Évében a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban az isteni erényekről hirdettek előadás sorozatot, melynek második alkalmán dr. Horváth Árpád jezsuita atya, a Szív című folyóirat főszerkesztője beszélt reményeinkről és vágyainkról, mint életünk legmeghatározóbb húzó erejéről. A hitünk az előre mutat, a keresztény hit az egy lineáris lendülete van, előre néz, ugye elközelget az Isten országa. Itt van, de még sincs itt. Be akar teljesülni. És a remény az a hitnek az ikertestvére. Tehát, hogy valahol azért itt van a jövő is persze, de nem légvárakról van szó, hanem a legfontosabb, amikor reményről beszélünk, az az a tapasztalat, hogy nem csak a magam erejére támaszkodhatom, és akkor itt van még egy másik fogalom, az egyik oldalról a hit az iker testvér, akkor a másik oldalról a bizalom, hogy bíznom kell, érdemes bíznom abban, hogy utánam nyúl az Isten, hogy nem engedi el a grabancomat, hogy megtart, vagy egy másik nagyon jámbor kép, hogy a tenyerén hordoz minket az Isten. Szóval ez a hit, ez a bizalom, mint ikertestvérek, úgymond a kerete a keresztény reménynek, az alapja pedig a tapasztalat. A remény emlékezés a jövőre, hangsúlyozta az előadó, mert a keresztény hit előre irányul, elővételezi a jövőt. A remény, amikor mi keresztény értelemben reményről beszélünk, az azért nem csak egy ilyen halvány reménysugár a jövőből, hanem a keresztény ember reménye az a tapasztalaton nyugszik, a tapasztalatban gyökerezik, tudnélik, annak a tapasztalatában, hogy amikor erőtlenek vagyunk, amikor félreértenek, amikor igazságtalanságokat élünk meg, amikor nehéz keresztény szóval élve, amikor a keresztünk nyomja a vállát, megélhetjük azt, hogy nem csak mi visszük a keresztet, hanem az erőt a kereszthordozástól Isten kapja, hogy nem csak a saját erőnkre támaszkodhatunk. Voltaképpen ez a döbbenetes élmény, tapasztalat az, ami előre vetül, ami azt mondja a reményvesztett embernek, hogy de hát nem csak én vagyok, és nem is csak az emberek vannak körülöttem, tegyük fel, szép számmal, jó szándékkal, hanem van itt valami több. Eddig is megéltem azt, hogy megtart, nevezzük Istennek, megtart az élet, hogy a sorsom megtart. Nem igaz az, hogy minden csak a reménytelenségről szól. Horváth Árpád arról is beszélt, hogy a keresztény remény azon a tapasztalaton alapszik, hogy amikor nem megy tovább, akkor Isten megsegít. Megélhetjük az életünkben, hogy van olyan plusz, amitől erőt kapunk, lendületbe jövünk. Egyszerűen nem hiszek az olyan ember, vagy olyan antropológiai emberképben, hogy az ember az csak úgy magától bezárkózik, hanem minket tönkretesz egy közeg, amiben élünk, a kultúránk válsága ez. És itt van mondani valója a kereszténységnek, ami nem egy ideológia, nem egy tan, hanem a tapasztalaton, amiről, mint az imént is beszéltem a reményről, a keresztény ember, az őszintén hívő ember reménye, hite az a tapasztalaton nyugszik. És ezért igazából nem tudja ezt a reményt kioltani semmi. 2000 éve diktatúrák jönnek, mennek, ámítások meg, hamis ígéretek, de a keresztény remény az újra és újra felfakad. És újra jönnek emberek, akik segítenek másoknak fölemelni a tekinteteket, és hinni, és bízni, és remélni. A nehézségek ellenére boldogok lehetünk, mondta az előadó, ha megtaláljuk azt a reményt, ami élni akar bennünk, családunkban, munkahelyen, közösségünkben, a világban. Ne csak az aktuális helyzetre figyeljünk, hanem arra, hogy lényünk mélyéről élni akaró valóság, az Isten álma bennünk. Akkor az alapötlet az, hogy én itt vagyok, itt állok, húsvér ember,